Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről fogunk beszélgetni. A mai esetünk egy nagyon érdekes, igazániból nem nevezhető sorozatgyilkosnak, ugye, mert a sorozatgyilkosnak az a definíciója, hogy egymás után legalább 5 embert kell megölnie. Az nincs megmondva az időintervallum, ez nagyon érdekes szerintem. Na de, a mai esetünk nem fog másról szólni, mint az oklahomai robbantóról. Nagyon érdekesnek tartom az ő esetét, több szempontból is, és gondoltam, hogy ha én érdekesnek találom, akkor valószínűleg ti is annak fogjátok találni. Na szóval, az oklahomai robbantásos eset az 1995. április 19-én történt Oklahoma City-ben, és egy kormányzati épület lett felrobbantva. És hát egy hihetetlenül nagy épületről van szó, amiben rengeteg különböző féle, hiszem 19 féle különböző kormányzati egység működött, de más is működött abban az épületben, sajnos, és erről majd ki fogunk térni. És hát maga az elkövetőnk nem más, mint Timothy McVeigh. Timothy McVeigh-ről azt kell tudni, hogy 1968. április 28-án született, a családjáról igazándiból én sok mindent nem tudok. Azt viszont lehet tudni, hogy ki fog meglepődni. Tegye fel a kezét, aki ezen meglepődik, hogy egy végtelenül abúzussal teli gyermekkorból jön. Ő ugye bántalmazták, és tényleg nem elhanyagolták őt, tehát, hogy ezt a kettőt lehet csak tudni az ő gyerekkoráról, de hát azt gondolom, hogy ez bőven sok információ nekünk, és egyáltalán nem vagyunk meglepődve a végkimenetben. Ami viszont meglepődhetünk, hogy maga a környezete mindig úgy írta őt le, mint egy végtelenül kedves és rendes fiút, és hogy tényleg, tehát, hogy tini korában azt képzeljétek el, hogy mondjuk ilyen 12 éves korától a környékbeliek, vagy az utcabeliek őt kérték meg, hogy vigyázzon a gyerekeikre. Tehát, hogy ilyen szinten volt ő kb. Megbízható és szimpatikus a többi ember számára, és egyébként későbbiekben is elmondják róla, már amikor elkövette a tettét, és elfogják, hogy egy végtelen szimpatikus ember, és kedves, és kommunikatív. Jó, azt mindig hallani, nem? Viszont, amit tini korában felfedez, az pedig nem más, mint a náci elvek. És elkezd ilyen könyveket olvasni. Elkezd a fehér felsőbbrendűségről könyveket olvasni. Elkezd mélyen elhinni azt, hogy ő csak azért, mert fehér bőrűnek született, ő azért több, mint a többi ember. És hát az a helyzet, hogy ezt lehet tudni pszichológiailag is, hogy ennek az az oka, hogy rossz az önértékelésed, nem tudsz igazán semmit sem felmutatni az életbe, és akkor megtalálsz egy ilyen elméletet, ami téged abban erősít meg, hogy de igenis te érsz valamit, te igenis fontos vagy, te igenis számítasz. És ráadásul magát a haragját, amit az elhanyagolásból és a bántalmazó szülők miatt lett benne egy őrült nagy harag, ezt az őrült nagy haragot, ezt rá tudja vetíteni másokra. És hát kiválaszt népcsoportokat, bőrszíneket, vallásokat, és ezekre az emberekre vetíti ki ezt a haragot, ami szépen gyerekkora óta csak bugyog-bugyog benne. Az érzelmi elnyomás az úgy működik, mint egy kukta. Minél jobban rá van szorítva, az ott fortyog bent, és egyszer utat tör, és egyszer ki fog találni. És sokféle módon, ez Viola, sokféle módon utat tud magának törni. Utat tud magának törni önbántalmazás formájában, alkoholizmus, droghasználat, bármilyen addikció formájában. És sajnos utat tud törni másokra irányuló agresszióval is. És az ő esetében ez történt. Amit lehet még tudni, hogy azért ő a tanulmányokban nem volt erős, tehát hogy nem ő volt így a tanulmányokkal kapcsolatban a legügyesebb fiú a világon. Nem is volt kiemelkedően okos, tehát hogy azt azért hozzá kell tenni, de azt gondolom, hogy a náci elvekben megkiderül, hogy ő nem volt a legélesebb kés a fiókban. Ez egyszerűen kimutatható, hogy a rasszista embereknek alacsonyabb az intelligencia szintje, ezt
sajnos bizonyított tény, ettől nagyon meg szoktak sértődni a rasszista emberek, de ez így van. Úgyhogy, és én ennek mindig örülök. És tudom. De akkor is egy picit azért örömködök ezen. Na mindegy. És hát az a helyzet, hogy kitalálja azt, hogy ő katona lesz, és be is vonul a seregbe, részt is vesz akcióban egyébként, és ő az a típusú ember, el is meséli az egyik katonatársa, hogy felrobbantottak egy épületet, és jön ki égő ember belőle, és akkor ő az, aki még így poénból röhögve még párszor belelő. De persze úgy, hogy ne halljon meg, csak hogy szenvedjem. Rendezz gyerek. És hát viszont az a helyzet, hogy ő úgy képzelte el, kis Timünk, hogy ő majd a hadseregbe fog karriert csinálni. De az a helyzet, hogy a hadsereg erre nem tart igényt. Nem lehet tudni pontosan, hogy miért, vagy legalábbis abban a dokumentumfilmben, amit néztem róla, meg azokban a cikkekben, amiket én olvastam róla, sehol nem derült ki az, hogy vajon miért is nem akarták a speciális erők között fölvenni. Lehet, hogy valamiért ki tudták szűrni, lehet, hogy az ilyen kis dolgai miatt gondolta azt a hadsereg, hogy nem majd, hogyha ő nem lesz velünk. De minden esetre nem veszik fel a speciális erőkhöz, és ez az egyik olyan pont, amin ő nagyon-nagyon megsértődik. És elkezd ilyen kormányellenes gyűlésekre járni, meg ott a katonaságon belül is találkozik egy emberrel, Terry Nicholszal, aki szintén elkezd neki ilyen nagyon kormányellenes dolgokat mondogatni, és hát ők nagyon egymásra találnak, és még van egy katonatárs egyébként, akivel ők így nagyon megértik egymást ezügyben, mindenért a kormánya hibás. Ő szerintük az embereknek sokkal több jogot kellene adni a fegyverekhez Amerikába, ennél több jogot. Gyakorlatilag bárki bevehet egy bevásárlóközpontba és vehet egy fegyvert. Milyen több jogot szeretnének? Tehát, ugye. De igen, és hát leszerel a katonaságtól, és elkezd ilyen idény munkákból élni, és végtelenül megalázónak tartja. És bejárja az országot, nagyon sok helyen van, sehol se tud megmaradni sok ideig, ez is ugye azért egy intőjelnek számít. És hát ez a helyzet, hogy elkezdi tervezni a kis tettét. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy 92-ben, ugye 95-ben robbantja fel az épületet, 92-ben megjelenik vele egy újságcikk, ahol ő mesél is ezekről a csodás elméleteiről, és arról, hogy a kormány mennyire borzalmas, és mindenért ő a hibás, és hogy az emberek. És beszél arról, igen, hogy a zsidók vérük szerint rabszolgának valók, a afroamerikai emberek pedig nem is emberek, szóval, hogy is ilyeneket mond. Tehát ez legalja. És ez megjelenik ez az újságcikk vele, és hogy ott sem kezdjen senki se figyelni. Tehát, hogy ez a legborzasztóbb. Aztán 93-ban történik egy eset, amikor is egy ilyen skinhead náci kis bandácskát ellen kivonul a hadsereg, és tűzpárbajba keverednek, és ő egyértelműen úgy éli meg, hogy akkor innentől kezdve háború van az ő elvei és a kormány között, és ekkor fogalmazza meg magába, hogy igen, ő fel fog robbantani egy kormányzati épületet. Rendkívül sokat készül erre a robbantásra, tehát 95-ben robbantja fel az épületet. Több mint egy évvel előtte elkezdi Terrivel egyébként a tervezést, elmennek az épületeket megnézni, hogy melyik kormányépület lenne a legalkalmasabb fölrobbantani, és végül ezt az Oklahoma City kormányépületet választják. Többször bejárják azt az épületet, nyilván amennyire lehet, de hogy tényleg, tehát, hogy félelmetes, hogy mennyire. És én ezért haragszom nagyon-nagyon erre az emberre. Mert pontosan tudta, hogy ebbe a kormányzati épületbe egy bölcsöde is működik.
látta a saját szemével, hogy ott vannak kisgyerekek. Ő ezt pontosan tudta. És egy évvel a robbantás előtt elkezdi a robbanószereket összeszedni. Ugye nagyon sokféle dolgot kell megvenni, és nem vehet belőle egyszerre nagy mennyiséget, és ezért egy éven át gyűjtögetik. Terry és ő ezeket a robbanó eszközöket. És végül előző este bérelnek neki egy raktárépületet, és egyébként nekem itt lesz furcsa ez a sztori, és itt jön be az, amit nagyon-nagyon sokan hisznek, hogy ebben nem csak Tim és Terry volt benne, hanem emögött álltak többen is, vagy tehetősebb emberek is. Mert ugye Terry idény munkából élt szintén. Ő is leszerelt a hadseregtől, nem volt rendes állása, Tim is, mind a ketten szegény családból származtak, őket senki nem támogatta otthonról, hátulról, most azt jól elmondtam, de igen. És az a helyzet, hogy mégis tudtak egy csomó mindent vásárolni. Tudtak egy raktárépületet bérelni, ahol ezeket tárolták. Terry vett magának egy autót egy héttel előtte. Csináltatott magának hamis személyi igazolványt. Az is pénzbe kerül. Béreltek egy teherautót. Ahhoz is azért viszonylag magas kauciót le kell rakni. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok pénzről van itt szó, és erre sajnos nem térnek ki sehol, hogy a pénzt honnan szerezték? Honnan? Hitelt vett fel? Nem volt a nevén nagy hite. Kitől szerezték ezt a pénzt? Szerintem ennek kellett volna egyébként utána járni, már nem azért. Szóval én azon táborba tartozom, aki megvan arról győződve, hogy ebbe azért többen benne voltak. Lehet, hogy csak Terry és Tim rakta össze ezt a bombát. Az lehet. És lehet, hogy ők mentek oda, és ők csinálták ezeket a dolgokat, és ők vették meg, és ők szerezték be. De hogy ez itt több emberről van szó, én abba csajok, egészen biztos vagyok, hogy ez nem csak, ebben nem csak ők voltak benne. Na de előző, tehát szépen összerakják a bombát, és Terry kihátrál, meggondolja magát. Úgy gondolja, hogy túl messzire mennek, hogy ezt mégse kéne megcsinálni, és megpróbál kihátrálni. Nagyon-nagyon ideges lesz ettől. Tim fenyegetőzik abban, hogy megöli. Tehát, hogy ilyen tényleg kiborul ezen, hogy őt most itt cserbe hagyják, és nem tudom. Egyébként Tim választotta ki a dátumot is, mert hogy ez a patrióták napja, és ő úgy gondolta, hogy hát milyen jó lesz ettől az új időszámítás számolni, hogy ettől a naptól. Szóval tényleg ilyen nagyon, nagyon fura fiú, nagyon fura elvekkel. És ezért másnap Tim végül egyedül hajt az autóval be a kormányzati épület garázsába, egyedül élesíti a szerkezetet, és két háztömnyire tud elmenni, mire a robbanás bekövetkezik. A robbanást követően Terry fogja magát, és beül az autóba, amit vásárolt magának az álneves jogosítványával, és szépen elhajt. Ezen az autón viszont nincsen rendszám. És pár óra múlva, ilyen 10-12 óra múlva, jó, az nem pár, oké, 12 óra múlva megállítja egy rendőr őt, már azért viszonylag messzebb, hogy hát nincs az autóján rendszám, és meglátja, hogy van nála fegyver. És elkéri az engedélyt, meg a nem tudom én micsodát, és megnézi a fegyvert, és beviszi a börtönbe, és letartóztatja, hogy úgy van nála fegyver, hogy nincsenek papírok hozzá, és nem lehet nála, és hogy különben is nem volt rendszám táblán az autón, de akkor még közel távol nem azért viszik őt be, mert hogy ő csinálta volna a robbantást. És Tim nem mond semmit, nem izgul, és ezért van az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy igazándiból ő akarta, hogy őt letartóztassák, és ő akarta, hogy ő lebukjon, és ő akarta, hogy később azt a büntetést kapja, ami.
Az FBI elkezd nyomozni a robbantás után nagyon gyorsan, és hát nagyon gyorsan megtalálják, hogy ez egy bérelt kamion volt, amiben a robbanó szerkezet volt. Megtalálják azt, hogy hol bérelték, hogy milyen néven bérelték. Akkor megtalálták, hogy ezen a néven van egy jogosítvány, megtalálták, hogy ezen a néven hol béreltek egy szállodát, és nagyon hamar kiderült, hogy bizony, Tim áll a dolgok mögött. És kiderült az is, hogy Tim éppen le van tartóztatva, és hát oda ment az FBI ügynökök, és mondták nekik, így kezdték, hogy tudja, miért vagyunk itt? És azt válaszolta Tim erre, az oklahomai ügy miatt, nem? Tehát, hogy ő nagyon úgy viselkedik, mint aki pontosan tudta, és akarta is, hogy őt elkapják, és őt ezért felelősségre vonják, sőt, a későbbi büntetését is szerette volna, hogy ő kvázi hőssé váljon a kis barátai szemében. Az épület felrobbanása után egyébként találtak még egy bombát ott az épületben, és ezért nagyon gyorsan ki kellett üríteni. Ezt 19 perccel a robbanás után találták egyébként. Ki kellett üríteni a környéket, és ott hagyni a sérülteket és a rom alatt lévőket, hogy meg tudjanak arról bizonyosodni, hogy az a szerkezet nem éles, vagy hogyha éles, akkor tudják hatástalanítani, és ebben nagyon-nagyon sok értékes percet vesztettek el. Viszonylag hamar azért kiderült, hogy ez nem egy éles szerkezet volt, de hát így is tényleg nagyon-nagyon sok idő sajnos elment erre a hamis útra. Összesen 168-an haltak meg ebben a robbanásban, ebből 19 volt gyermek, tényleg, tehát hogy ebből volt egy terhes asszony is, és több mint 600, szeretem mondani még egyszer, több mint 600 ember sérült meg. Voltak persze köztük kisebb sérülések is, de voltak nagyon komoly sérülések. Például a bölcsödébe az egyik kisfiú úgy sérült meg, hogy aztán fél évig kórházba volt, és háromszor kellett rajta agyműtétet elvégezni. Tehát, hogy ez nem csak olyan sérültek voltak, hogy jaj, hát egy kicsit bibis lett a hátam, vagy a kezem, és hanem itt nagyon komoly sérülésekről beszélünk. Itt arról beszélünk, hogy rengeteg ember és rengeteg család lett áldozata ennek a tevékenységnek. Ami engem külön kiborít ebbe a történetbe, hogy én értem, hogy te haragszol a kormányra, mert hogy ő ezt állította, hogy hát ő ezt csak is azért csinálta, mert hogy a kormányra annyira haragszik. Én megértem, én se kedvelem ezt a kormányt, aki most van. De és, akkor miért ölnék meg embereket? Tehát ártatlan gyerekeket, asszonyokat, férfiakat. Miért ölnék meg? Azért, mert én éppen nem értek egyet a kormánynak a döntéseivel. Tehát én nagyon sok mindentben tudok logikát találni, meg nem tudom, de hogy ebben nem. Tehát, hogy miért? Miért jó neked megölni 19 három év alatti gyereket, mert éppen morci vagy a kormányra, hogy nem lehet gyerek fegyverem. Tehát, hogy mi a problémád? Tehát, komolyan. Egyébként, ugye ott tartunk a sztoriba, hogy letartóztatják Timet. Tim nagyon kedvesen válaszolga, de nagyon hamar rájön azért arra az FBI, hogy hát ő ezt biztos, hogy nem egyedül hajtotta végre. És egyébként Clinton ekkor az elnök, és bemondja a minden TV csatornán azt, hogy ők addig nem fognak nyugodni, amíg minden egyes lettest nem kapnak el. És Terry fogja és feladja magát. És ő így kerül börtönben egyébként. Tudtak már róla, hogy ő van, volt róla fantom kép is, tehát hogy nem arról van szó, hogy így meglepetésként ért az FBI-t, hogy jé, még egy ember, hanem pontosan tudták, hogy ő is benne volt. De Terryt végül úgy kapják el, hogy feladja magát. Két hét betelt egyébként, mire minden áldozatot ki tudtak szedni a romok alól. Kettő hét. Tragikus. Tragikus. És képzeld el azt, hogy te annak az áldozatnak vagy a szerette. És két hetet vársz rá, hogy megtalálják a testét. Szóval, hogy ezek ilyen borzasztó szívfacsaró történetek, legalábbis az én megítélésem szerint.
Egyébként Timet 70 órán keresztül vizsgálják és hallgatják ki pszichológusok és pszichiáterek, és mindenki arra a következtetésre jut, hogy neki alapvetően nincsen mentális betegsége. Jó, mi? Szerintem ez külön ijesztővé teszi. Ez szerintem, ha engem kérdeztek, ez külön ijesztővé teszi ezt a sztorit. 97-ben kezdődik meg a tárgyalásuk, rengeteg vádpont van, tehát, hogy a terrorista cselekményektől elkezdve a gyilkosságig, a magzatgyilkosságig, minden létező vádpontot, tehát, hogy valami őrült sok vádpont van ellenük, és az a helyzet, hogy mind a kettőt, Timetit és Territ is mindegyik vádpontba viszonylag hamar bűnösnek találják. Ugye a mentális vizsgálatok során, mivel mind a kettőről azt állapították meg, hogy nincsenek mentális betegségeik, ezért a beszámíthatatlanságot az ügyvédeik abszolút elvetették, mint védekezési alapot, és az egész védekezésük arról szólt egyébként, hogy hát ő, hogy emögött nagyon sok ember áll, és hogy nem csak ez a két ember. Mondjuk ez nem tudom, hogy miben menteni fel őket mellesleg. Tehát, hogyha tényleg így is van, hogy van mögöttük egy egész szervezet, és hogy nagyon sok ember, akkor is ez a kettő csinálta meg végül is. Tehát, hogy szerintem nincs akkora nagy különbség. Na és hát aztán, hogy mi is lett a tárgyalás vége, ugye bűnösnek találták mindegyiket minden vádpontba, Timet halálra ítélik. És én ezt egy picit sajnálom, és megmondom miért. Mert hogy Tim pont ezt akarta. Tehát ő hősi halált akart halni. Ő azt akarta, hogy őt halálra ítéljék és kivégezzék, hogy ezzel is példát mutasson az őt követőknek. Nem tudom, hány ember követi, remélem nagyon kevés. Territ viszont életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, méghozzá 168-szoros életfogytiglanra, és még hozzácsaptak pár évet, úgyhogy Terri a világon valaha legtöbb évre elítélt ember, összesen 4050 évre ítélték őt, ezt mindig olyan vicces kimondani, de egyébként szerintem ez így rendben van. Tehát már nem akarom mondani, hogy megöltél 168 embert, igenis mindegyikért külön kapjál életfogytiglant. Nyilván nem ülöd le, de akkor is. 2001. június 1-én végzik ki egyébként Timet. Méreginjekcióval nem bánta meg soha tettét, egész végig végtelenül büszke volt rá, és igazságosnak gondolta. Ami nagyon érdekes, hogy ez a kognitív disszonancia, hogy tudjátok, hogy választja le magát arról, hogy mi is a valóság, hogyan kell magának megmagyaráznia. Tehát ő tényleg megmagyarázta magának, hogy az a 600 ember, aki megsérült, az a 19 gyerek, aki meghalt, az a 168 ember, aki meghalt, azok mind gonoszak voltak, azok mind kormánypártiak voltak, érted, a 2 éves csecsemő, jó, nem csecsemő, kisgyerek, az kormánypárti volt, de ha nem kormánypárti volt, akkor biztos, hogy afroamerikai volt, vagy biztos, hogy zsidó származású volt, ezért megérdemelte a halált. Szóval, hogy azért... Igen. Tehát, hogy neki erre volt ahhoz szüksége, hogy ne kelljen szembenézni a tettével, hogy ezt így megmagyarázgatta magának, hogy de az mind bűnös volt, akit ő megölt, meg megsebesített, meg tönkretette az életét, azok mind. Kisfiú, persze. Az utolsó szó jogán semmit nem mondott, nem is baj, jelzem, és utolsó vacsorának pedig kért egy liternyi, vagy hát ilyen két nagyobb adagnyi, tudjátok, ezek a ilyen kis dobozos jégkrémek vannak ott, abból 2-t kért, az olyan, mint egy liternyi fagyi, mentolos, csoki, darabkás fagyit kért utolsó vacsorának, 1 literrel. Ez volt az ő utolsó vacsorája. Kár belé. Úgyhogy hát ez volt Tim és végül is Terri története is. Szerintem nagyon érdekes maga az, hogy vajon hogy jut el ide egy ember, hogy ugye van egy elhanyagolt gyerek, aki megtalál egy társaságot, ahol bőven elég az, hogyha elég habzó szájjal utálsz mindenki mást, akkor mi téged elfogadunk, és azt mondunk, hogy szerettünk, és akkor te lehetsz valaki. Csupán attól, hogy eléggé habzó szájjal üvöltesz undorító dolgokat, akkor te már lehetsz valaki, és ezeket az embereket keresik meg ezek a csoportok. Tehát, hogyha
minden ilyen riport, amit én valaha hallottam ilyen emberekkel, Ku Klux Klan tagokkal, bármi ilyesmivel, skinheadekkel, stb. Ezek mind végtelenül dühös, elhanyagolt, általánában bántalmazott emberek voltak, akik valamiért kisebbségi érzettel rendelkeznek, és azt gondolják, hogy ha ilyen csoportok tagjai lesznek, és hogyha a haragjukat kivetítik más emberekre, akkor majd ők boldogabb emberek lesznek. De az a nagy helyzet, hogy ettől nem lesz senki boldog. Tehát a gyűlölettől akárki felé is irányuljon a gyűlöleted magad felé, vagy másik ember felé, attól te nem leszel boldogabb. Soha. Hát remélem érdekesnek találtátok ezt a videót. Legközelebb más sorozatgyilkossal jövök. Vigyázzatok magatokra. Legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!